Szia, Peti! Nézd, van három Szilviám! Jó, hát nekem is. Peti, zöld pokol, szevasztok! Haragom lassan elmúlni látszik, de természetesen ilyen autók között és ilyen gondos gazda mellett állva ez talán nem is olyan komoly harag. Nagyon szépen köszönöm Jacsó Péternek, hogy felajánlotta, hogy ezt a három, mondhatjuk, hogy a maga nevében már igazán ritkaságszámba menő autót videózhatjuk, meg hogy beszélhetünk veled ezekről az autókról. Szia, Peti! Szia! Debrecenben vagyunk, elég nagy utat tettünk meg, de csöppet sem bánjuk, ugyanis három S14-es Nissan Silvia van itt a köreinkben, mind a három a tiéd. Igen. Kérlek, egy-egy mondatban mutasd be a lilát, az arany per bronzot és a fehéret a kedves nézőknek. Hát akkor időrendi sorrendben nézzük meg őket. A aranyat vettem először immáron 12. éve, most már bronz, mert fel lett újítva, mert eddig régen azért hobbi szinten versenyezgettem vele, és azért a 12 év alatt elég sok élményt adott nekem. Most már nyugdíjba vonulhatott, és így megkapta ezt a mostani szép fényét, amit majd nyilván tüzetesebben megnézünk. Teljesen indokolatlanul sikerült megvennem a lilát, mert ugye nem volt rá szükségem. Ennek immáron 9. év, hogy nálam van, ezt tényleg teljesen random, egy hirdetést többször megnézve, egyre lentebb ment az ár, egy kedves ismerő szólt, hogy figyelj már, nézd meg, még lentebb ment, és akkor egy kampuszfesztivál utáni erős másnap után, nem tudom miért jött az ihlet, hogy felhívjam az emberkét, de ahogy felhívtam, találkoztunk, és a vége az lett, hogy valahogy nálam kötött ki a kocsi. Akkor még külföldi rendszámmal volt, mert jobbkormányos, már én papíroztam be, tehát ez már így került, akkor magyar forgalomban állam. És mivel őt nyugdíjba vonultattam, vagy szerettem volna, hogy nyugdíjba vonuljon, mert ugye rendszámos létére megy fel az áruk, akkor jött az ötlet, hogy kell egy úgymond feláldozható, ami tényleg olyan, amit annyira nem féltünk, hogyha egy kicsit plezúros lesz, akkor nincsen vele túl nagy baj, ha nagyobb baj van, akkor sincs nagy baj, mert lesz idő megcsinálni. És akkor jött, hogy kell venni egy valódi versenyautót, ami tényleg arra a célra szolgál, hogy úgy adjon örömöt nekem, hogy lehessen vele rendesen versenyezni, meg fejlődni. Uh-huh. És akkor 5,5-6 éve valahogy így néztem meg a fehéret egy driftadok veszek csoportba, egy angol csoportba. Írtam a srácnak, hogy figyelj, kell a kocsi, majd valamikor megy érte egy trailer, adj egy számlaszámot, elküldöm a pénzt, nem tudom megnézni. Uh-huh. Úgyhogy félig meddig vakon sikerült megvenni, de a srác az korrekt volt, sok mindent elmondott, elmondta, mi a baja, elmondta, miket ad hozzá. Azóta nyilván rengeteg változtatást megcsináltuk, a saját kis szemléletemre formáltuk, amennyire lehetett. Nyilván szeretnék még 4., 5., 6., csak most már annyira elszálltak az árak, hogy nem tudom megtenni. Mindet még pont úgy, pont akkor vettem, amikor még nem indult el ez a nagy autóörlet, meg ez a régi autók, meg a ritka autók utáni kereslet, hogy annyira elkezdtek felfele menni az árak, hogy szerencsém van. Na, szerencsém ennyi. Van. Tehát nem kell hozzáfűzni semmit, ez a három megvan, erre most már vigyázni kell. Különböző kifejezések is majd elhangzanak a videóban, például SR20 DLT, Zenki, Kóki, hogy ezek pontosan mit jelentenek, természetesen a későbbiekben ki fog derülni. Nem menjetek sehová, maradjatok továbbra is velünk, és hogyha még nem tettétek meg, és tetszenek nektek a videóink, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a Zöld Pokol YouTube csatornájára, nézzétek a korábbi videóinkat is, amelyik tetszik, esetleg osszátok meg Instán, Facebookon vagy máshol. És a mostani videók közül már jó néhányban láthattátok, hogy reklámozzuk a szeptember 21-22-én hétvégén sorra kerülő Pécsett megrendezendő retro partizánokat. Mi is ott leszünk, gyertek el ti is, nagyon érdekes lesz. Ennyit a reklámról, ennyit a felvezetésről, folytatjuk. Ezek S14-ek, vagyis a Silviának az utolsó előtti sorozatából valóak. Igen. Ezek az autók.
magáról a típusról annyit érdemes elmondani, hogy a Nissan leghosszabb ideig használt autó platformjára készültek a Silviák. Az S platform az 1975-től vagy 76-tól 2002-ig, az S15-ös széria lezártáig volt. De érdekes, hogy 1965-től 68-ig volt még egy ilyen nulladik sorozata a Silviának, a CSP311-es, amit Datsun 1600 kupé néven is ismerhettek az akkoriak, meg a mostaniak. Egy mindössze 544 darabból álló sorozat készült abból az autóból, egy csodaszép kis, hát majdnem azt mondom, hogy olaszos formatervvel rendelkező kis kupé volt, mind gyakorlatilag kézzel készült, és a gyártási nehézségek miatt is a Nissan elkaszálta sajnos ezt a szériát, pedig külön érdekessége volt, hogy ebből a szériából kapott a japán autópálya rendőrség is, az volt az első hivatalos üldöző autója a japán autópálya rendőrségnek, mert a maga korában az volt a leggyorsabb sorozatgyártású japán autó 165 km/h csúcssebességgel. Na hát azért ez megsüvegelendő. Akkoriban azért az nagy szó. Így van. És tárcsafékekkel rendelkezett, szóval még meg is tudott állni rendesen. 68-ban ennek vége lett, 75-től újra kezdték ezt az egész Silvia becsípődést a Nissannál. Ugye ez tulajdonképpen a Silvia, vagy az S platformra készült autók, ezek voltak az úgynevezett low-budget sportautók, aki nem tudott Fairlady-t venni, vagy aki később nem tudott Skyline-t venni, az vett aktuális szériájú Silviát. A leginkább, mondjuk úgy, hogy költségkímélő jelleget az mutatja, hogy a Silviákban nagyon kevés kételtől eltekintve sor 4-es benzinmotorok voltak mindig is. Két kivétel volt, ezt majd később elmondjuk, de most nézzük ezeket a gyönyörűségeket. Tök jó, hogy pont két ilyen autód van, mert ugye van egy facelift előtti, vagyis Zenki. Igen. Ez japánul azt jelenti, hogy a korai időszak, és van egy facelift utáni, a Kóki, ami azt jelenti, hogy a későbbi időszak. Technikailag túl sok változás nem volt a facelift előtti meg az utáni között, inkább a kinézetben voltak jelentős különbségek. Alapvetően a leginkább kedvelt motor ezekben ugye az SR20 DET volt. Igen, pontosan. Ez volt meg korábban, kezdjünk ezzel. Ez egy hibrid autó a te felhasználásodban, mert ez ugye versenyautóként is szolgált, és jelenleg nyugdíjas éveiben, ahogy fogalmaztál, most már utcai szolgálatot teljesít. Igen, most már csak hétvégi autóként funkcionál teljesen. Mondtad, hogy nagyon sok minden benne maradt a versenytechnikából, azért is kicsit talán keményebb, kényelmetlenebb vele járni. Azt fogod érezni ebből, hogy itt a szilentek nem gyárják. Vagy poliuretán, vagy GSM, vagy vasavason. Ez egy amerikai piacra gyártott eredetileg. Igen. Ez a darab, amiben most be fogunk ülni. Hát igen, hát el kellett volna tennem az ülést, amit most már meg is teszek. Jó. Igen, hát azért eléggé lentre kell ülni. Ugye ez tipikus klasszikus sportautó, hosszanti motor, hátsó kerékhajtás, ebben még sperdifi is van, ebben a konkrét példányban. És ugye ez eredetileg a KA24 DL motorra volt szerelve, ami egy 2,4 literes szívó négyhengeres. Amerikai piacra az készült. Pluskárpitos, méghozzá nagyon-nagyon szuper állapotban. Hát mondhatni, hogy a közel 30 éves vagy 30 éves japán autókban ez már megszokott, hogy ezek a pluskárpitok tök jó állapotban megmaradnak. Ennek teljesen gyári a váltója. Ez teljesen gyári. Igen, hát ez egy picit ilyen puhább, de azért a japános pontosságot azért úgy gondolom, hogy hordozza magában. Igen. Hordozza magában. Egyébként ebben van valami gyárilag valami extra, mit tudom én, a klímát látom, hogy az van benne. Volt, mert ja, volt. Ugye versenyeztem vele, és hát eleinte nem gondolkodtam, hogy meg kéne tartani ezeket a dolgokat, ami még később esetleg jól jöhet, úgyhogy ez egy huszáros mozdulattal az kikerült, és olyan messzire repült, hogy már nem tudom, hogy hol van. Látom, hogy van gombja a tempomatnak is. Igen, sose használtam ebbe, nem tudom, bevallom őszintén, nem tudom, működik-e benne a tempomat, ha nem kapcsolhat be sokat. Mert 2-3 hónapja került vissza most hozzám ugye a mostani formájába a kocsi, hogy fel lett egy kicsit újítva, és eddig nem volt indokolt használnom azt a gombot. A motor az most gyengébb lett, mert ugye átkerültek a dolgok a versenyautóba, azt beszéltük, de minden más, tehát a futómű, a kézi, ugye ezek a belső óracsoportok, a nagyobb kormányszög, ugyanúgy minden benne van. Az S betű adná magát, hogy hát ugye Silviába S betűs kormány való, de hát ez ugye egy Skyline kormány, japán belpiacos kormány van a balkormányos autóban. Egyébként miért lett Silvia a neve ennek a sorozatnak? Nem tudjuk, hogy miért pont ezt a nevet választották a japánok, de azt lehet tudni, hogy Silvia egyébként a római
vadászat istennőnek, Diánának volt az egyik nimfája, de latinul azt hiszem, hogy erdőt jelent a szó. Azért erdőben nem szeretnénk kikötni ezzel az autóval. Nem, nagyon nem. Maximum valami szép erdei úton esetleg krúzolgatni. Megpróbálok bepréselni hátra, mert ennek az autónak sok siker. Jelzésértékű a két hátsó ülése. Na nézzük. Na, hát amúgy maga a beférés, a bemászás, az nem olyan nagy probléma. Most jön az, hogy hajts hátra. Most jön az, hogy hátra, ajjajajajaj, hát igen. Még húzod, mert még nem kattam. Igen, érzem. Most. Na. Így. Hát egy ilyen 5-6 kilométerre tök jó. Nem többre. Igen, hát nyilván egy 2 plusz 2 üléses kupénál ez mindig is hátrány volt, hátrány lesz. Kisgyerek gyerekülésben, amíg még nagyon rövid kell a lábacskája, addig kényelmesen elfér. Az ülés maga egyébként nagyon kényelmes, tök jó, kellemes a tér itt hátul, olyan otthonos, de valóban a lábnak egy felnőtt ember számára nincs hely konkrétan. Igen, de ezeket azért csinálták hivatalosan 4 személyesre, mert ugye akkoriban, meg nem tudom, talán most is Japánban a kétüléses kocsik azok a sportkocsik, és egészen más adózás alá esnek. És ezek 4 ülésesek voltak, 4 személyesek, úgyhogy innentől kezdve így oldották meg azt, hogy elérhető legyen az emberek számára, és vegyék. Hát ugye ez nem csak Japánban volt így egyébként, a 2, meg a 2 plusz 2, vagyis 4 üléses autóknak a különböző kategóriába esése, viszont ha megemlítetted a japán adózási formulákat, az egy nagyon érdekes jelenség volt az S14-essel kapcsolatban, hogy az S13-akat, ugye az ezt megelőző Silvia szériát imádták például Japánban is. És ez az autó a szélességével, mivel átlépte az 1700 mm-t, azt hiszem 1720 vagy 1730 mm széles, emiatt kiesett a kompakt autó kategóriából Japánban, de ennek ellenére, hogy több adót kell utána fizetni, vagy kellett utána fizetni, töretlen maradt a népszerűsége az S14-esnek is. Ennek az indítása amúgy, mivel versenyautó lett itt a indítógomb. Aha. Ez recseg ropog. Pont ugyanezt akartam mondani, recseg ropog, csörög zörög. Mindenen is óvatosan kell átmenni, gondolom. Igen. Azt már megszoktam, hogy kell közlekedni ezekkel. Igazából azzal már nincsen baj így a tizen sok év alatt. Aha. Inkább az ismeretlen utak, amik kihívást adnak nekem is, hogy persze. Ha mondjuk tényleg messzire szeretnék menni külföldre, akkor azért nagyon tájékozódnom kell, mert 5-6 centire van az alja föltől, tehát azért ezeken is érződik, hogy az eléggé kemény a futómű, de egy-két nagyobb nyomvájúnál könnyen felakad. És itt van ez a kicsi gomb, itt most a boost lón van. Aha. És ennyi lenne, hogy ha sikerül megnyomnom, búszálj, és akkor most ugye más minden benne. Aha. Tovább engedi, de most visszatesszük lóra, mert így fogunk közlekedni. Így ezzel a beállítás, ez most a full gyári. Ez a full gyári. Észnél kell lenni. Most, hogy vizes lett az út, így rendesen le se tudjuk lépni, megnézni, hogy valóban mit gyorsul. Aha. Mert 4-esbe, 5-ösbe is elkaparna, úgyhogy így csak ilyen óvatosan. Ez az óracsoport meg bekerült a rádió helyére. Érzed, hogy miért nincs rádió, mert hát ez szükségtelen. Nem nagyon kell, igen. Gyárilag is jó konstrukciók ezek az SR20-ak. Meg ugye, hogy ez a low budget Skyline, hogy olcsóbb ugye a hengerek miatt, meg minden miatt. Viszont érdekes az, hogy a karaktere meg az, hogy picit rövidebb, a szélessége megvan hozzá, nagyon jó a futóműve, sok lengőkaros, meg a első futómű kialakítás is sokkal alkalmasabbá tette a driftre. Úgyhogy nem hiába a driftre sokkal több Silvia van, mint Skyline. Aha. Hát azért nyers. Hiába utcai autó, ez már nyugdíjas korára, ugye?
Igen. Azért nagyon nyers. Nem azt mondom, hogy a versenygének, hanem a versenytestrészek vannak meg az autóban. Nem is akartam belőle kivenni semmit, mert úgy voltam vele, hogy ez azért valamennyire tükrözze már a múltát is. Aha. Ez főleg tükrözi. Tessék? Ez főleg tükrözi. Ez nagyon tükrözi, igen. Ezt is úgy csináltam meg, hogy ez egy jobbkormányos középkonzol, úgyhogy nem lett szétvágva semmi. Úgyhogy úgy csináltam meg még annó régen is, hogy azért maradjon már kultúrált a beltér, hogy persze, ne faragjuk szét, meg ne vágjuk szét az egészet. Hát igen, nyilván benézel egy ilyen jó kis vicces fánkár, és amint elindulsz vele, még csak kezelned sem kell, már ott a jobb egyben is tökre érezhető, hogy ez egy nagyon nyers, kemény autó. Vezetve meg főleg érző. Vezetve meg aztán persze. Érted, hogy a motortartóban is, tehát hogy úgy az egészet rezgeti. Rezeg, mint a fene. Nem tudom, meddig van jó út, nézzük meg. Igen, a sperr azért gyakorlatilag öttel mész, és már érzed a sperrt. Igen. Ennyi fordulónál is. De ehhez képest a lila az tényleg egy laza hétvégi bevásárló kocsi. Igen, ez teljesen így van. Nagyon tetszik. De erre már azt mondanám, hogy ez már nem kéne mindennapra. Aha. Tehát ez már nyilván olyan embernek való mindennapra, aki amúgy ennek az éles részét is megélte, mint ahogy te is, ugye? Igen, mondjuk minden napra én sem használom. Aha. Most már abszolút, hogyha jó idő van, hétvége van, süt a nap, találkozóra megyünk el, vagy jövőre mondjuk a Japan Car Classicra ezzel szeretnék menni, mert aha, a lila már volt. Legyen ez is. Akkor most legyen majd ez a következő. Mondjuk ezzel picit lemenni elég lesz. Az kemény lesz, igen. Az kemény lesz. Hát nem tudom, kisfiat hogy fogja élvezni a gyerekülésben. Figyelj, a másikkal mentünk, és odafele szerintem az út 70%-át átaludta. Aha. Na jó, de ez nem ilyen hangos. Az halkabb egy picit, igen. Itt menjek be balra, és próbáljuk hát igen, meg és így, akkor itt fordjunk meg. De fölül, de nem baj. Nagyon óvatosan. Mondjuk ott az eleje az elég szar, nem baj. Nagyon óvatosan majd megcsinálom. Leért. Akkor ez az én hibám volt, elnézést kérek. Nyilván valaki nem bír magával. Hát vannak, akik nem bírnak magukkal, látod. Igen. Milyenek az emberek? Mi itt eljövünk az X-versenyautó S14-jel szépen óvatosan krúzolgatva, vigyázom minden méteren, valaki meg harsog, mint a trombita. Ilyet. Ők még fiatalok. Ők még fiatalok. Mi már öregek vagyunk. Igen. Nekünk már ez nem való. Elképesztően hangos. Ráz is, kemény is, feszes is, de nagyon durván hangos. Tehát, hogy ahhoz képest is durván hangos. Hát igen, ahogy a turbótól leírunk, onnantól kezdve csak az a hátsó dobban. Aha. Jó, hát ezzel a nyugdíjazással kapcsolatban igazából az jut eszembe ezzel, erről az autóról, hogy olyan, mint most a Schwarzi, hogy már közeledik a 80 fele, ugye? De azért, hogyha a YouTube-on megvillantja az izmait még egy edzés során, azért úgy emlékszel rá, hogy ő milyen igen, volt fénykorában, tehát... Még mindig nem szívesen kapna tőle sok ember hát, pofont. Hát nem. Megállok, és így nagyon óvatosba átkúszunk. Ez így megfelelt, uram. Tökéletes. Én azért ennél durvábban mentem. Jó. Azt a mindenit. Még épp, hogy betöltött, már elváltottad. Nem vagyok én olyan nagy király, hogy ezzel kockáztassak, gyerekek! Csak az élmények jöjjenek!
hétvégi autónak tökéletes. Ugyanezt akartam mondani, ha lenne fölösleges hely az elképzelt garázsomban, akkor egy ezt, vagy egy ilyen ehhez hasonló jellegű autót betennék, és ha nem is minden, de mondjuk minden második, harmadik hétvégén azért mennék egy 100 km-es kört, csak úgy a magam kedvére, vagy hogyha jön egy jó pályanap, akkor nyilván elmennék vele oda. Egy jó nyers perdifinél azért kevés dolog jobb. Igen, ezt szeretjük. Ne haragudj, már hagytad, hogy ott töketlenkedjek. Hát miért nem mondtad, hogy ezzel így is meg lehet fordulni? Szeptember 21-22 újra Pécsre jönnek a Retro Partizánok. Interaktív veterán és hobbi jármű kiállítás, drift bemutató a 80-as, 90-es évek jármű különlegességeivel. Gyere és légy részese az élménynek az Expo Centerben. Retropartizánok.hu. Ez már a kóki, vagyis a facelift utáni változat, teljesen más a front résznek a kialakítása, a lámpáknak a különbsége mutatja leginkább ezt a különbözőséget. De ugye itt elkezdted mondani, meg hogy... amúgy látszik az egészen, tehát sokkal szögletesebb a két sárvédőben is benne van az ív, maga első lökhárító, sokkal tagoltabb, ugye más a koptató, így az elej szinte teljesen más, de egy az egybe át lehet csavarozni a kettőt egymásra. Az érdekes. Tehát a nyúlványok, a pontok, minden ugyanott van, hogyha én annak szeretnék ilyen órát, akkor fognám, megvenném a kittet, és akkor átteszem rá. Átteszed rá, aha. De ezt át lehet tenni az S13-ra is. Érdekes. És az S13-ra át lehet tenni ezt, és az S15-öt is. Uh-huh. Úgyhogy ezeket nagyon lehet variálni. Gyárilag Japánba készült S13-ból kupé hátuljú bukólámpával, meg az európai hátuljú csíklámpával. Csíklámpával. Tehát voltak ilyen, hát nem összvér, hanem egy ilyen kis vegyesebb stílusú autók, egész jól néznek ki amúgy, és nagyon más karaktert ad mind a kettő. Igen. Hát ugye pont az S13-nál különíthetően nagyon jól ugye a Silvia, a klasszik kupé hátuljú változat, meg ugye amit 180SX, vagy 200SX, vagy 240SX néven emlegetnek sok szeretettel, ami a bukólámpás, és ez a hatchback, ugye a csomagtartóval együtt nyílik a hátsó ablak című történet. Ez már egyáltalán nem hibrid felhasználásban volt nálad, hanem ezt csak és kizárólag utcára használod. Ez csak. És például olyan távokat is megteszel vele, hogy Debrecen-Pécs. Ugye itt ezzel az autóval voltál a Japanese Classic Car Show-n idén, ahol a belső kiállító téren ki is állították az autódat, Bukman Attiláék. És úgy láttam, meg úgy jött a visszajelzés, hogy tetszett is az embereknek. Megállt a helyét, úgy gondolom én is. Igen, nagyon-nagyon megállt a helyét. Hát mi is ugye onnan ismerjük egymást, hogy az élőzés közben sikerült Péterrel pont összefutnunk. Most... akartam élni, hogy akkor beülök ide is, de bocsánat, igen, beülök oda is a kormány mögé, csak ugye itt a másik oldalról kell menni, mert ez egy jobb kormányos változat. Nyilván a kérdés sokszor fölmerül, biztos 5 milliószor megkérdeztük tőled, hogy magyarországi közlekedésben milyen állandó jelleggel, vagy sűrűbb jelleggel jobb kormányos autóval közlekedni. Onnantól kezdve, hogy azt a részét megszokod, hogy... másik kézzel váltasz, tehát hogy maga a jobbkormányos kocsi vezetés rutinná válik, onnantól kezdve semmi baj nincs vele. Tehát inkább az, hogy tanuld meg, hogy hogy kell, mert én már ülök át egyikből a másikba, úgy nem érzem hátrányát szinte sehol. Aha.
Érdekes, ennek keményebb a kuplungja, mint a sárgának, vagyis az aranyszínűnek, vagy bronz, vagy nem is tudom, hogy kéne ezt már nevezni. Aha, ja, most volt egyesben, igen. És nem tudom, nekem ez a váltó egy picit feszesebb. Hát kevesebb kilométer van a váltóban. Igen, az lehetséges, az simán lehetséges. Ide hát, ha már nem próbálok meg beülni, elhiszem, hogy pontosan ugyanolyan nehézkes, mint a másik autóban. Igen. Viszont kérlek, hogy nyisd ki a géptetejét mind a két autónak, jó. És akkor picit nézzünk be a motortérbe. Először megnézzük akkor a full gyári motorteret. Rendben van. Jövök erről, ezt még ki is tudom támasztani, a másikat nem. Aha, majd akkor tartjuk. Majd ezt megtartjuk. Tehát ebben minden ott van, ahol gyárilag beletették. SR20 DLT, a blacktop változat. Ebből volt silvertop, redtop, meg blacktop. Ugye a szelefedélnek a színéről nevezték el ezeket a motorokat. Ez a CA18 DLT-nek az utódja ez a motor, és azért jött létre leginkább, a Nissan azért csinálta meg, mert a CA18 DLT-nek a gyártása az öntött vas blokk miatt már túlságosan költséges volt. Ez egy alublokk, aluhengerfejes motor, dupla vezérműtengely, hengerenként 16 szelep, ugye ez turbóval is rendelkezik. Gyárilag ez mennyit tölt? 0,6 bárt, hogy mit mondtál? 0,6 vagy 0,65. Aha, tehát nem egy nagy nyomású turbó van benne. Egyáltalán is így tud ilyen 210-20 lóerő körül nagyjából? Hát kint Japánban, igen, amúgy hivatalosan forgalmi szerint ez a 200 lóerős. 200 lóerős, igen, és ilyen 270-80 Nm körül a forgatónyomatéka. Így, hogy teljesen utcára használod, így mennyire karbantartás igényes, van-e vele valami probléma? Ott meg kell tankolni, olajat kell cserélni 10 000-enként, és menni kell vele. Nagyjából ennyi. Semmi, nulla. Menjünk át a túloldalra. Ja, ezt megmondani, hogy kell nyitni. És akkor ennek a színe most hivatalosan a bronz szín? Hazy Gold-re lett fényezve. Hazy Gold, aha. Amúgy... valami aranybarna van beírva a forgalmiba. Ipasöröknél van ilyen, hogy ilyen hézi Hazy ipa. Queen, hézi, igen, a, igen. A New Englandi pálya. Ja, tényleg, igen. Na hát, hogyha a szelepedél színéről mondod meg a motort, akkor itt most bajba leszel. Ajaj, ujjúj. Igen. Ez a top. Igen. Aha. Hát itt látszik, hogy nem sok minden van ott, mint ahogy a másikban. Hát vannak különbségek, igen. Az akku helyén ugye egészen más dolgok kaptak helyet. Ebben van egy nagy hűtő, van olajhűtő, nagy cooler, tehát ebben tényleg majdnem minden benne maradt a versenyzői múltjából a kocsinak, csak ugye az elektronika lett egy kicsit butább benne, és ezért így utcára pont jó. Uh-huh. És ez is kicsit vickósabb, kicsit játszósabb, mint az, úgy jobban veszi a fordulatot, úgy jobban szeret menni, de annyira nagyon nem erős. És ebbe könnyebb a olajcsere, mert az olaj szűrő itt van kint. Aha. A versenyautóba is ki van vezetve, ugye így egy plusz kör ide. Itt van az olaj nyomás, meg az olaj hőfoknak a szenzorja, úgyhogy kicsit szerelhető, meg barátságosabb verzió az akku, meg a csomagtartóba kapott helyet. Hát ez halkabb. Egy kicsit. Igen, ez szolidabb minden tekintetben. Mind kuplunkban, mind gázban, mind futóműben. Azért itt is vigyázni kell, mert itt is nagyon óvatosan mentél át ezen a kis meredélyen, a kapubejárónál. Azért ez is alacsony, de nem annyira durván. Ha egy nagyon pici gyorsabban megyek, akkor be is súrol. Aha. Állíthatnék magasabbra rajta, de igazából a forma, meg a felnyitott így a szép. Magasabban kicsit bután mutatna, úgyhogy lentebb már volt, de ez az a magasság, amivel ugye, ahogy már beszéltük, Pécsre is el lehet közlekedni, meg majdnem mindenhova. És Pécsen is ott elmentünk, voltak rossz utak. Ráz kellemetlen, de legalább nem ér le. Uh-huh. Pedig igazából kizárólag az autókról és az azokat érintő műszaki dolgokról volt itt szó.
De neked van eléggé más oldalad is a civil életben vagy a magánéletben. Volt szerencsém a lakásotokban egy picit körbenézni, és gyönyörű fa munkákat láttam, amik mind-mind a te kezed nyomát viselik magukon. Ez hogy jött, hogy ilyesmivel foglalkozol, illetve te, neked eredetileg mi a szakmád, te mivel foglalkozol? Én építészmérnökként végeztem, és építésvezetőként is dolgoztam. Most ilyen alpesi típusú faházak, filagóriák, ilyeneket akarok csinálgatni, mert az ilyen famunkálatokat ott mindig is közel álltok így a szívemhez. Uh-huh. Hát amiket a lakásban bent láttál, ezek a belső kiegészítők, bútorok, polcok, vagy a tévéasztal, ezek ilyen hobbi szinten mennek, amikor ugye tél van, az ember nem tud kocsizni, valamivel le kell kötnie magát, és ezeket jelentően télen csináltam meg magamnak, uh-huh, kint a kis garázs mögötti kis műhelybe. És mögöttünk akar jönni az emberke, gondolom, nem minden indok nélkül. De fura nekem itt ebbe az oldalba ülni, azt a mindenit. Nagyon sok éve nem ültem itt. Tényleg? Igen. Na, hát akkor most lett egy ilyen kör is. Ez sokkal inkább krúzolós, nyugis. Azt nem mondom, hogy nem piszkálja azért az ember érzékeit, de azért ez jobban mások karakterű autó, mint az aranyszínű. Amíg az arany épült, meg oda volt így a restauráláson, addig ugye csak ez volt. Nem dőltem a kardomba, hogy most ezzel kell mászkálni. Tehát nem volt belőle igazából semmi gond, mert azért az élményt ugyanúgy adta ez is. Aha. És megdöbbentő, hogy ugye nyilván ezek már injektoros, modern motorok, de másiknál is, meg ennél is, egy ilyen visszaváltós gázfröccsös gázreakció, nagyon durván azonnali, gyors. Igen. Szinte, mint a karb is lenne a motor. Valahogy ez a régebbi, ez még stílusban még mindig közelebb áll hozzám, meg mivel annó régen így a Rozsdakupac magazinnal inkább régebbi kocsik irányába mentünk el. Én voltam ott is a kakuktojás, aki nem veteránnal mászkál, meg én driftelek, tehát én nagyon kakuktojás voltam, kilógtam, de azért ragadt belém, meg rám abból a régi stílusból, és eszem ágába sincs ennél újabb autót venni. Nem hiába van Rozsdakupac matrica ezen az autón. Igen, igen, ezen. Mert van. Te ugye a Rozsdakupac magazinba írtál rendszeresen. Igen, cikkeket írtam, mert ők is debreceniek voltak, úgy kerültek fel, és hát nyilván az elejétől kezdve jó barátságnak örventünk. Uh-huh. Az első számban még a Civic-en volt benne, utána meg szépen belefolytam a magazinba, és onnantól kezdve egy-két cikk, egy-két más cikk után, meg már autókról is írtam én is cikket. Azért ez nem tépi le úgy a fejed, mint a másik. Nem. Szó se róla. Ez is egy gyors autó. Ez is egy igen dinamikus autó. Most nem is olyan nagyon régen, pont a kormányról jutott eszembe, hogy volt szerencsém vezetni Bukman Attilának az R33 GTST-jét. Abba ugye az egy turbós RB25-ös motor van. Ugyanez a kormány, és az is ugyanígy jobb kormányos volt. És az ugye egy nehezebb autó, meg egy picit nagyobb autó, mint ez. Hát a R33 az 1580 kg, ez 1240. Uh-huh. Hát azért igen, egy majd 300 kg. Igen. És az olyan, azt mondom, hogy méretét meg tömegét meghazudtolóan még azzal az egy turbós RB25-tel is egész dinamikus volt, meg úgy tudott kellemes meglepetéseket okozni. És ezt most tulajdonképpen ezzel a kisebb motorral, kisebb tömeggel nagyjából ugyanezt érzem ennél az autónál is. Hogy nyilván nem versenyautó, ebben a formában talán már nem is arra van, de azért nem csak a krúzolás, hanem akár még az önfelett örömök is megjelenhetnek az autó használata közben. Bár a krúzolás is lehet önfelett öröm igazából. Igen. Meg ugye egy
egy erős és gyors autóval nem kell mindig erősen és gyorsan menni. De a lehetőség benne van. Igaz. Tehát mind a kettőre alkalmas. Igen. Na, eddig nem durogott, de most azért jelezte a jelenlétét. Megvolt. Mondanám, hogy a forgalomszámmérőt nézett, de a nagy meleg nem tett neki jót, és szegény az önálló életre kelt. Pihent egyet most, vagy pihen egyet. Mivel még nem volt szétszedve, nem recseg a kárpit, én azért nem fogom szétszedni, hogy utána valami elkezdjen itt nekem mozogni, meg recseg, mert érzed, látod, hogy ez annyira egybe van, annyira bontatlan, hogy vétek hozzá nyúlni. Sárgát is élveztem egy bizonyos dolog miatt, ezt meg élvezem egy másik dolog miatt. De és akkor, hogy most mind a kettőt vezetted, most 1-től 10-ig a kettő kocsinak a különbsége a vezetési élményben mennyire más? 11. Nagyon durva. És itt minden nem is ugyanaz a széria lenne, ugye? És nem a jobb meg a bal kormányról van szó egyáltalán, hanem konkrétan a nyugdíjas terminátor, aki bármelyik pillanatban reaktiválható, a másik autó, ez egy, az egy versenyautó utcán gyakorlatilag. Ez meg tényleg egy ilyen, hogyha nem nyomod a szemét, meg nem csiklandozod a túlságosan érzékeny helyeken, akkor egy nagyon jó kis cruiser. Ja. Igen, ezért nehéz eldönteni, hogy melyik a jobb. Nem, szerintem ezt nem is szabad. Két külön gyümölcsfajtát próbálunk összehasonlítani. Pedig ugye egy típus, egy széria igazából. Ebből is látszik, hogy valószínűleg nem véletlenül lett az S13, S14, S15 ekkora kedvence az amatőr, meg a profi autósporttal foglalkozó embereknek, a driftereknek, és akár még a pályaautósoknak is, hiszen teljesen eltérő jelleget ki lehet csiklandozni belőlük. Négy henger, ugye a versenyautó is négy henger, és már elmondtuk azt, hogy ez volt jellemző a Szilviákra mindig is, hogy négy hengeres motort kaptak. Kettő különbség volt, vagy kettő eltérő eset történt, ugyanis 1980-ban azt hiszem, hogy az egy S11 vagy S110 volt, amiben beletettek egy két tárcsás vankelt, amit a Nissan gyártott ráadásul. Az igen. De hát a mendemondák szerint annyira rosszul sikerült ez a motor, hogy egyetlen egy darab prototípus csináltak abból az autóból, és akkor gondolták, hogy ezt inkább ne folytassuk. Mert korábban ugye az S10-essel, a visszatérő Silviával is voltak ilyen tervek, hogy vankelt tesznek bele, de végül is elvetették. Az S11-nél kipróbálták, nagyon nem jött be. Viszont V6-tal csináltak egy egészen pici szériát, ugyanis a B csoportban a 80-as évek közepén volt Nissan rally autó, a 240 RS, ez egy elég erős jármű volt, de ugye a B csoportban akkor a kötelező homologizációs darabszám azt hiszem 200 darab volt, ez könnyedén megcsinálta a Nissan, de többre nem volt vevő, nem volt igény igazából, és utána elmeszelte a B csoportot az FIA, ugye a sorozatos tragédiák meg súlyos balesetek miatt, akkor újra kellett gondolnia az egész rallizását a Nissannak, mivel továbbra is szerettek volna rallizni, ezért a akkori V6-os motorjukat beletették a rally autóba, és azt könnyen tudták homologizálni, mert ugyan az FIA 5000 darabos homologizációs szériát írt elő, viszont Észak-Amerikában ugye a V6-os motorokat nagyon szerették az átlag emberek is, és tudtak csinálni SE néven, vagy SE ilyen felszereltségi jellel egy több mint 5000 darabos szériát, el is kelt, meg volt a homologizáció, és így 200 SX néven tudott futni ralliban is, úgyhogy V6-os motorral is csináltak Silviákat, de igazából ez volt az összes sztori, ami nem sor négy. Volt egy külön megjegyezni valód a típussal kapcsolatban. Igen, az, ami sok kocsin fel se tűnik, meg első ránézésre így nem mond semmit, úgyhogy így ránézünk, de innentől kezdve az A-oszlopnál van egy toldás a sárvédőelemnél, és ha végignézünk, onnantól kezdve ez az egész hátsó elem, meg a tető, az teljesen egybe van. Tehát a letisztult formájának még egy ilyen pluszt ad neki, hogy nincsenek benne felesleges vonalak, meg vágások. Igen. Igen, és tényleg egyáltalán nem tűnik föl elsőre, de hogy észreveszed, meg egyből szembetűnő a dolog. Igen. Ami még ennél a kocsinál, hogy nagyon tisztább, meg
olyan clearebb az egész, a hátsó lökhárító, az viszont jellemzően mindig az a fajta szokott lenni ez, hogy a kis rendszámos, az amerikai modell, uh-huh. és nincs benne az a plusz műanyag keret, azzal a plusz két lámpával, nekem ez nagyon tetszik. Tehát ugye ez annyira, uh-huh. annyira minimál, annyira szép, hogy ennek nagyon örülök, hogy van egy ilyen, illetve két ilyen lökhárító, mert egy fel van akasztva bent, sikerült szerezni még egyet, ha valami gigszer történik, akkor meg tudom hagyni ezt a formavilágot ugyanúgy neki. Uh-huh. Esztétikáról még mindig, két felni, a két különböző autón, két különböző felni, ráadásul ez, jól látom, hogy ez négy csavaros, az meg öt csavaros. Igen. Az amerikai piacra készültek azok a 414-3-ak, úgyhogy Magyarországon ez az egyetlen négy csavaros S14. A aranyszínűn egy Nismo felni, van egy Race Nismo felni, elő a 8, hátul 9 szól. A lilán azon meg egy Zaubermes nevű, szintén japán, abban az időből származó felni van, úgyhogy... Amire még rá is lehetne mondani egy BBS, igen, de nem az. Egy-két ember már rámondta, aha. és hát csúnyan néztem rájuk. Szívedre vetted. Igen, egy japán felnire nem mondjuk rá. Illetve a... Uh-huh. Ami nem az az. Nem igen, az. Ami nem sajnos az a felni az. Kupakok azok nem voltak meg elejétől kezdve, de... Nem baj, ez így... Együtt kell élni vele. Hát ez láthatóan azért nem utcára készült technika. Itt állunk a versenyautód mellett, ami tulajdonképpen a legfiatalabb a gyűjteményedben, ha úgy nézzük, pontosan. Legalábbis azóta, hogy mióta nálad igen. van. Ezt már eleve úgy vetted, hogy ez direkt versenyautónak fogod használni. Pontosan. A mostani állapot, az mekkora változást jelent ahhoz képest, ahogy vetted? Aránylag szerencsés voltam a vételnél, mert a futóműbe az alkatrészek nagy többsége, a fékcsövezés, a motor, a nagy cooler, tehát nagyon sok minden benne volt már. Uh-huh. Pont azért is láttam meg, hogy ez egy nagyon jó alap arra, hogy tovább építgessem. És hát az első kormányszögön még egy kicsit módosítottam, aha. még a lengőkarba beletoldottunk egy picit, hogy a nyomtávot kivettem alóla, hogy jobb a karaktere az elejének így. Nálam kapta meg itt a bukócsövet, újra coolereztük a csövezéseket, a motor kicsit meg lett fickósítva. SR20 DET van most ebben igen, is. Igen, és ami a aranyban volt régen, EcoMaster kompjúter, az került át akkor ebbe, uh-huh. és akkor ez lett úgy felhúzva, úgy megírva, úgy megcsinálva, hogy kovácsolt hajtókar, kovácsolt dugó, minden, ami kell ahhoz, hogy azért viszonylag stabil és erős legyen a kocsi. Ezeket már nálam kapta meg, egy-két szépészeti dolgot, szépészeti dolog lehet ilyet mondani ennél a kocsinál, elég patkány, de tehát bent ilyen rozsdamentes dolgokat, a középső kezelőpanelt, azt átalakítottuk, azt nálam kapta meg, ott voltak a cuccok, csak nem volt ilyen igényesen, normálisan megcsinálva. Bent olyan nagyon sok mindent nem alakítottam rajta, pozícióba egy-két dolgot megváltoztattam, meg a EcoMaster miatt, ott most csak két tépőzár látszik, de oda a telefon bekerül, és akkor applikáción keresztül ott látom ugye a fordulatszámot, olajhőfok, vízhőfok, minden olyan huncutságot, ami ahhoz kell, hogy ne robbantsuk fel a motort menet közben. Ne robbantsuk fel a motort menet közben, ugye ez driftnél ez egy nagyon-nagyon sarkalatos pont, mert gyakorlatilag állandóan maximális fordulatszám közelében üzemelnek ezek a motorok, mikor ugye dobáljátok az autó fenekét jobbra-balra. A motor átalakításáról már ejtettél egy pár szót, azt is mutat korábban, hogy golyós csapágyas turbó van benne. Igen. Ez ugye nyilván azért fontos, mert a versenytechnika a sokkal jobb gázreakciónak a lehetősége megkívánja azt, hogy golyós csapágyas és ne sikló csapágyas legyen a turbó. Ezzel a setup-pal most jelenleg milyen teljesítményadatokról beszélhetünk az autó esetében? Így most, amikor fel lett programozva 350 lóerő és 440 Nm-t uh-huh. tud
Mindez egy 2 literes Sor 4-es motorból. Igen. Ugye ezekről az SR20 DET-ekről azt mondják, hogy nagyjából ez a 350 lóerő az, amit még okosan, hosszú távon el tud viselni. Okosan megépítve, hosszú távon el tud viselni ezt a motor. Kényelmesen tudja. Egyébként igen. Az üzembiztonsága az milyen? Üzembiztossága. Elég jó. Eddig, amikor jellemzően valami probléma volt, általában inkább tömítések, amik megadták magukat. Úgyhogy valószínű, most is valami kis apróság van vele, még nem tudtam ránézni, de tehát ezt a 350 lovat ezt kényelmesen tudják, ezzel nincsen baj. A világ minden táján, hogy a driftelésről van szó, legyen Nissan, legyen Toyota, legyen BMW, előbb-utóbb valahogy mindig is mindenki az egyjézéknél vagy a kétjézéknél köt ki, ugye a motor terén. Ha jól tudom, nálad is van valami tervben valami hasonló dolog talán? Hát egy egyézé le van fóliázva, le van rakva a biztonság kedvéért, úgyhogy ha esetleg valami nagyobb grimbus történik ezzel a jelenlegi megoldással, a technikával, ami most van, akkor valószínűleg már nem fogok gondolkozni, hanem akkor azt kezdjük el beletenni, és akkor azt kezdjük el szépen feldíszíteni minden úri huncutsággal, amivel majd egyszer elkészül, csak hát az akkor megint egy feneketlen kút indul el, úgyhogy most még egyenlőre azért abban nem szeretnék beleugrani. De le van rakva, enni nem kér, olcsóbb nem lesz, úgyhogy annak örülök, hogy megvan. A beszélgetéseink során többször is így nyomatékosítottad, hogy neked a drift az egy hobbi. Tehát ezt nem nagyon profi versenyzői vonalon akarod csinálni, nem ebből élsz, ez teljes mértékben a hobbid, ez a fajta versenysport, mondhatjuk abszolút versenysportnak. Régebben, mikor még az aranyszínűvel drifteltél, akkor nagyjából mennyit versenyeztél, mennyit foglalkoztál ezzel? Illetve mostanában, hogy már családod van, hát mondhatnám, ugye most egymás mellett állunk, azért a kisportoltabb nem én vagyok kettőnk közül, de meglett apaként, ugye, hogy így apostrofáljalak, mennyit foglalkozol a drifteléssel, mennyit jársz versenyezni? Hát talán a legjobban ezért mutatja, hogy mennyit járok versenyezni. Tavaly szeptemberben le lett rakva a kocsi, és most indítottam be. Most a augusztus videóra, úgyhogy ennyit tudtam vele foglalkozni eddig idén. Jóformán semmit. A jövő év az valószínűleg egy kicsit gördülékenyebb lesz ilyen szinten, mert egy-két drift edzésre mindenképpen szeretnék menni, meg tavaly-tav előtt cimborám a Transylvania ringen volt, és én voltam kint neki segíteni, tetszik a pálya. Úgyhogy lehet, hogy egyszer sikerül eljutnom odáig is. Volt még egy érdekesség, amit még a videó előtt mondtad, hogy mindenképpen ejtsünk róla szót, hogy hátul, először megkérem a kedves nézőket, hogy nézzék meg így viszonylag közelről magát a felnit, és adok egy pár másodpercet, hogy mindenki tippeljen egy LT számra a felnivel kapcsolatban. Nézzük meg egy kicsit így fölülről is, hogy a kasznihoz képest hol van maga a kerék. Igen, ezen most van egy kis üvegszál szélesítés, tehát a gyárihoz képest eleve a kaszni is szélesebb. Szerintem egy 2-3 centivel kintebb van. Na szerintem ennyi elég idő volt a találgatásra. Milyennek az LT száma? Hát ez egy 16-szoros felni, 8-szor széles, és LT mínusz 25. Mínusz 25-ös. Tehát nincs alatt a nyomtáv, és így kilóg. Ez egy offroad kerék, nem azt mondtam? Igen, ez egy offroad. Nagyon nehéz, de annyira Mad Max, hogy... Tehát nem volt variáció, hogy ez nekem kell. Egyébként ez driftben ez így elfogadott dolog, vagy egy ismert dolog, hogy például offroad kereket használnak hátra? Hát annyira nem. Nagyon sok felni gyártó van, aki nagyon szép felniket gyárt driftre, kicsi vagy mínuszos ET számukkal. Jellemzően a Masters-ban, meg ilyen nagyon komoly szériákban azért lehet látni, hogy nagyon peremes, nagyon nagy, nagyon konkáv felnik vannak, 18 colba jellemzően, de hát azok alufelnik, az más. Ez nekem így jött, ismerőstől megkaptam, megláttam, és jó, szeretett, kiadja. Igen. Várja, mint az öreg emberek, te. Jó, bennülök egy driftautóba. Jaj, de csodálatos. Igen, hát az ülés nem pont rád van méretezve. Úgy beszorultam az ülésbe, hogy nekem már az öv se kell. Hát én még benn maradok. Igen. Nézd meg azt a váltót. Na várjál, kuplunk az rendes helyen van. Igen. Azért... Azt a mindenségit neki. Ezen ilyen short-stolt, ultra-short shifter van, vagy mi ez? Igen. Nagyon kemény. Jó kis hidrós kézi, ahogy kell. Elindítjuk a motort. Jó, nem akarok itt okoskodni. Szerintem Péter már itt elmondta a fő lényegeket. Nagyjából. Aha. És ugye miért is kell például a driftautóba
bukós isak, nem elsősorban azért, mert fölborulunk, meg így, meg úgy, meg amúgy, hanem olyan erőhatások érik folyamatosan az embert, és ezáltal a fejét is, hogy a bukócsőbe akarva, akaratlanul bevágod a fejedet. Amikor engem a Japanese Classic Car Show-n Nagy Gabi vitt, szia Gabcsi, akkor is az volt az első, miatt beszálltam a fejembe, mondták a bukósisakot, és kellett, mert háromszor vagy négyszer úgy odavágtam a fejem, mint a fene, és nyilván így nem éreztem semmit, csak a koppanást hallottam. Igen. De... ezek meg eleve alacsonyak, közel van a cső, igen, úgyhogy itt nagyon könnyű beverni a buksit. Megpróbálok kimászni, azt már levettem, mert ez nagyon ciki lesz. Öreg ember! Ah, megy ez. Ez az. Még egy 20 kilót ledobok, és már mehetek is driftelni. Ja, hát nem ez lesz a fő feltétel ennek, úgy érzem. Nyári forgatási napjainkhoz hűen ma is durván meleg van, volt, lesz, de Peti is nagyon jó bírta a gyűrődést. Mi is megpróbáltuk felvenni a fordulatszámot, és az autók is a legjobb formájukat mutatták, úgy gondolom, a mai napon. Természetesen a versennyel együtt, hát azt most csak statikusan tudtuk nektek megmutatni. De ne csüggedjetek, mert a közeljövőben, ha minden igaz, lesz majd más driftes tartalom itt nálunk. Nem szeretnék minden poént előre előni. Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy ránk áldozta ezt a napot, és nem csak nekünk, hanem ugyan a nézőknek is megmutattad a három egész különleges autódat. És természetesen mindegyikhez, hát főleg azokhoz, amikkel ugye hát közúton is viszonylag gyakran jársz, nagyon sok boldog, élményteljes és balesetmentes kilométert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Hát ezeket most már tényleg csak a utókornak akarom megőrizni, meg van nekem egy fiam, akinek majd valamit meg kell örökölni. Uh-huh. Úgyhogy most már többi terve van, két kocsival annyi, hogy így, ahogy van, maradjanak meg, és örüljünk nekik. Uh-huh. Hát ez egy nagyon szép elképzelés, és kívánom, hogy ez így is alakulja majd a jövőben. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót. Remélem, hogy tetszett, hogyha ez így volt, akkor jöjjön rá egy like, ha nem, jöjjön egy dislike, és beszélgessünk, kommenteljünk, beszélgessünk japán autókról, beszélgessünk ritka japán autókról, beszélgessünk balkormányos, jobbkormányos közlekedésről Magyarországon, szerintem ez is nagyon érdekes téma. Ne felejtsétek, hogy szeptember 21-22 Pécs retropartizánok, a következő videóig pedig sziasztok!